hiszem, hogy hegyi beszédet 25 éveként egyszer azért tartott az ember, annak is eljön majd a maga ideje, viszont idáig vártunk arra, hogy megérkezzen mindenki. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, ennyi mindennel meglepetetek, jó utat hazafelé. Szó sincs erről, egy kis szerény lakomával készültem, így a szörnyű tragédia alkalmával, a 25 éves lettem, de erről tényleg később még egy picit részletesen. Friss pipi hús a séf ajánlásával. Isteni! Szia, drága Gergő! Boldog szülinapot! Még sok-sok-sok évet, és remélem sokat bulizunk még együtt. Sok puszi! Viszont az életemben volt mindig is, ő nem jött el, de volt egy másik az életemben, egy egyetlen édes, akit a tombola sorsolás illetően szeretnék felkérni, régi rivalda fényében tütököl vér, egy kis édes tombola sorsolást levezényeljünk, úgyhogy Emese kérlek, gyere ide! Szóval a Fulyerén elején szólt Best of 1985-ös CD-nemet azokra a dalokra, amelyekre a spermakoromban pörögtem. A rádiós kollégák már tudják, van egy ilyen kísértő kampányom, ez az I Love Shakir, amelynek idáig egyetlen egy példánya született meg. Real people do real things on the road to the riches, get diamond rings. Moved up from the streets, graduated hustler, on his way to an entrepreneur. És a fődíjhoz érkeztünk el, amely nem más, mint BKG hivatalos örökbefogadása egyébként, szintén egy oklevél által erősítve. Nagyon izgultam, hogy nekem kell majd örökbefogadnom Gergőt a következő egy évre, de áll a jó Istennek nem, bár szerintem azért egy picit már én örökbefogadtam a Gergőt. Gergő, kívánok neked még 8-szor ennyit, jó van? Hello! Esett látni azt, hogy 25 év után rendesen megtanultál inni és bulizni, és hogy nem csajoztál még be, az csak azért van, mert tiszteletbe tartod, hogy mi most idén házasodunk, de reméljük, hogy utána a telakzidon is ott lehetünk. Gondolkoztam azon, ugye már így leültem, és akkor filoztam azon, hogy na most 25 év kéne valamit mondani, mi az, ami nagy dolog volt ez alatt a 25 év alatt. Rájöttem csak, hogy ez egy konszolidált buli, tehát erről most nem szeretnék beszélni, viszont egy pillanatra csak a csöndet hallgassuk meg. Ez az a hatalmas csönd, hogy nincs ott benne az ember életében, hogy jön a hárgya, hogy már megint hétfőste homeréggel, meg a fatároddal iszol, halljad, hogy velem foglalkoznál! Tehát úgy gondolom, hogy ez egy ilyen komoly ajándék volt így a 25. születésnek alkalmából, és hogyha valami hasonló a jó dolog a következő 25 évre összejön, akkor azt hiszem, hogy az már egy nagy ajándék lesz, egy második nagy ajándék. És hogyha mindez veletek, kedves kollégáim, jelenlegiek és volt kollégáim, barátaim, családom, és mindenki más, aki itt vagy, te ki vagy. Ja, Peti, te vagy. Szia, Peti! Iszünk majd valamit. Akkor ez egy boldog újabb 25 év lesz, és minden apró gyermetek hibájával együtt ennek a bulinak köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és remélem, hogy jól érzitek magatokat. És hát elérkezik az a pillanat, hogy egy kis szénhidrátot mi magunkhoz veszünk, hogyha nem lett volna elég a folytatásban az étek. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a börtön ihlette torta költeményt, amelyet egyébként az apa Bella cukrászdal készített. És menjünk egy kis Köszönöm szépen!
kurvaim! Érkezik a mentő! Annak ellenére, hogy ez a hétfő, ez a lehető legrosszabb időpont, én bízom benne, hogy elfogadjátok a meghívásomat. Boldog új évet, várjál, ez a kajásnak a telefonszám, de majd megüzenem neki, hogy jó volt a kaja. Szóval, 2035. március 1-e csütörtök, 50. születésnapom, 2060. március 1-e megint hétfő, 75. születésnapom, és hát remélem, hogy legalább Isapor és Hamuda itt leszek 2085. március 1-én csütörtökön a 100. születésnapomon. Hogy is számoltuk, mikor lesz ez 100 éves? 2095-ben, tudod, mit kapsz, milyen ajándékot? Remélem, megéred. Shakespeare mondta nekem, hogy az vagy nekem, mint testek a kenyér, tavaszi zápor fűszerre a fölnek. Még háromszor annyit kívánunk, boldog születésnapot! Egy évig ingyen megfoghatod a kezemet. Tehát a 25 éves kort nem fogod megbánni, ami utána jön, az már talán, de az lehet, hogy majd én is. A lényeg, hogy örülök, hogy végülis 5 éve megismertelek, és a legjobb barátomnak mondhatlak, és őrületes élmény volt ez a mai este. Folytatjuk 50 éves korunkig még számtalanszor, remélem, hogy oda-vissza ünnepelni fogunk. Éljenek a 25-ösök! Gratulálok, barátom!